Sziasztok, a nevem Jerikó, ez pedig egy újabb World of Tanks konzolos tanbemutató, a mai kiszemelt áldozat nem más, mint a WZ-132-1-es, ez egy Tier 10-es kínai light. A tankról annak idején csináltam bemutatót, viszont 2-3 hete buffolva lett, vagy mondhatnám úgy is, hogy visszarakták a régi ágyúját, és úgy gondoltam, hogy ezzel készítek egy videót ismét. A tankról pár szóban, nagyon mobilisak vagyunk test toronyforgás terén, 65 km-re képes hasítani, 1500 HP áll rendelkezésünkre, páncélzat nem igen van, meg vagyunk szögelve, de a frontunk az nem nagyon szereti, ha meglövik, ugye 50 mm-es, viszont a tornyunk annál inkább combosabb, az egy 200 mm-es, 400-as alaplátótávunk van, ami azt mondom, hogy tökéletes. Az ágyunk pontossága 0,42, én azt mondom, hogy ez nem érzik, ha be vagy szűkülve mindenkit képes vagy eltalálni ott, ahova célzol. Ehhez viszont segít a kétszegkes szűkülési idő, úgyhogy menet közben is igen pontosak vagyunk. Persze ehhez kell skilles legénység is, bár az én lightomban azért nincsenek agyon iskolázva, de az alapok megvannak. Én ezt a lightot, mikor kihúztam, médiumként kezeltem vagy használtam, pontosan azért, mert körülbelül 14 és félszekkes töltés ideje volt, most viszont, hogy úgymond buforták, vagy visszatették a régi töltés idejét, még mindig mernek próbálom használni, mert még így is elég hosszú töltés ideje van, de így már azért kellemesebben lehet használni. Én régen is szerettem, most meg kifejezetten oda vagyok érte, pontosan régen is a mobilitás és a szűkülése az, ami miatt beleszerettem, most viszont, hogy már javult a töltés ideje, így még élvezhető. 40 darab lőszerünk van, nem fogunk belőle kifogyni, 10,7 szekkes töltés időnk van, 100%-os legénységnél, ezt ugye le lehet dolgozni, ilyen 8,7 körülre, tehát én 8,7 szek, még ez is egész combos, de azt mondom, hogy ezzel már eléggé el lehet boldogulni, akinek van egy kis érzéke a lightokhoz, 246 mm alapátütésünk van, ami ugye APCR jól száll, a prim lőszerünk 280, viszont ez lassabban száll, és 390-es alfával büntetünk. Nos, lássuk, 10-es tier, kire kell odafigyelni? Hát mindenkire, aki mobilis, de elsősorban ugye altára, ami úgy látom, hogy nincs, viszont a Sheridanre oda kell figyelni, mert jó mobilis és elég jó ágyúja van, azt is mostanában próbálgattam, és eléggé jó köröket lehet vele futni, meg van egy T-54 lightweight, ő még ráadásul armoros is, bár a Sheridanre is azt mondanám, hogy inkább ilyen troll páncélos, nagyon sok mindent képes pattintani, főleg hátsó részével. A szakasztáson Vadi, ő egy T-100 LT lightban ül, hát nagy vonalak mennyi a Sand River pálya, éjszaka, mit tudunk csinálni? Hát nem fogunk ide feljönni, futkározni, hanem kijövünk ide a J4-es szektorba, és meglátjuk, hogy mit dob a gép, kik jönnek ugye erre, kik jönnek be középre, aztán a többit az alkalom szüli, és indítjuk a csatát. Mint mondtam, nagyon kellemes mobilitásunk van, én nagyon szeretem. Mint mondtam, én bele voltam ebbe a mobilitásba szerelmesedve, ezért is húztam ki, meg a szűkülési idő az, ami megfogott igazán, bár mondom, a töltési időben azért elég nehéz volt használni, ezért is kellett kőkeményen mednek használni, csak hát ugye nem igazán vagyunk armorosak, viszont jó látótávunk van. Most viszont, hogy ilyen 8,7 szekkes, így már azt mondom, hogy el lehet vele pötyögni. Ugye berohanunk ide, amit mondtam, ilyen K4, megpróbálunk felhúzni egy-két tankot, kik jönnek ide, felszaladtam, hát ez felejtős. Ugye van, egy E6 tornyozik,
Jön ide egy heavy, hát amit nem értek, mit keres itt, VZ-114-5A, ezek ugye combos gyerekek, meg a háttérben is volt még egy E6-os, most nagyon el vannak szaporodva, plusz oldalt egy ML2-es, ugye az frontból azért elcsipegetni elég combos, Sheridan oldalt világít fel mindenkit, vissza kell vonulnunk, ez nem a mi súlycsoportunk, mondhatnám így is. Ugye Vadival folyamatosan kommunikálok, mondtam, maradjunk itt, próbáljunk innen lőni, aztán majd látjuk. Egy alaprőszert használunk, asszál gyorsan, 60 TP, már is 401-jel bebüntettük, ugye alsó lemezen lövünk. Mint mondtam, ez a 0,42, ez nem teljesen igaz, mivel beszűkülve bármit képes belőni. Már is van két bevitt találatom, a 60 TP fogyassza magát, már csak 1400 HP-n van, viszont itt elég erőteljesen megtolták a srácok. Itt megpróbáltam kapáslövés, na az, amit nagyon nem szeret, mert ugye van kilengés a lightunknak is. Semmi baj, fordulunk át. Közben én a mappot figyelem. Itt, ami nem látszik, az A2-es szektorba majd érkezik egy heavy. Nem tudom, hogy ezt majd ki fogja dobni. De ugye azt elmondtam millió egyszer, hogy hát attól függetlenül, hogy tankba mész menet közben, vagy mi egymás, azért a mappot azt érdemes figyelni, mert nagyon sok információval szolgál neked. Én mindig a 60 TP-t szerettem volna meglőni, viszont már csak a házat sikerült. Nos, hát itt nekünk olyan sok keresnivalónk nincs, ugye itt dimbes, dombos, nem tudunk beesni közéjük, mert a mieink itt vannak, az övéik ott, és ha átesnénk oda, akkor félő, hogy egy fókuszba belehalnánk. Ugye az 1500 HP-t ilyen 10-ben azért nem olyan sok. Nos, én úgy tudom, hogy mosszoltam Vadinak, hogy az A2-nél érkezik egy heavy. Itt még vívódunk, hogy egyedül lehet-e, vagy nem. És ott is van. Méghozzá egy Object 257. Tehát nekem azért hamarabb jelezte a mapon, mint így a visszajátszásban, de ugye van ott nekünk egy másik heavy-nk, egy IS-4. Innen még nem tudjuk, hogy lehet, hogy egy AFK játékos. És Vadival mindegy, úgy döntöttünk, hogy ráugrunk, ekkor viszont megjelenik egy light is. Amire oda kell figyelni, ugye a light-ot kell kilőni, mivel mobilis. A light-ot kell kilőni, pontosan azért, mert mobilis, és gyorsabban tört, mint a heavy. Tehát a heavy, most a heavy-nkkel el van, nekünk likvidálni kell a light-ot, mindig. Tehát mindig az erősebbet szed ki, és itt nem a heavy az erősebb, hanem pontosan a mobilis kép. Itt megpróbáljuk egy kapáslövés, ha persze, hogy nem sikerül. Jó, itt is akrobatikus mutatvány, egy láncon. Nem hagyjuk elmenni, semmi szín alatt nem szabad hagyni, elmenni. Fel kell venni egy pozíciót, szűkülünk, és ennyi. Mint mondtam, a szűkülés az hatalmas, és most már lehet segíteni a heavy-nek. Ott van Vad is, ott vagyok én is, kapott egy lőszereket, már is kapott egy 405-ös, segítünk a heavy-nek, bírja még. Jó, becsúszunk mögé, és meg is van a második killem, ugye a light, a T-54 light-vétet szedtük ki először. Itt viszont a mappon van egy TD. Mondom Adinak, hogy menjünk be középre, és megpróbálunk onnan kimenni, mert ha itt áll pont, és ide van szűkő, és csak kinézünk, akkor ugye meghalhatunk. E75. Ugye a másik oldalt nekiálltak szotyizni, ott vannak egy csomóan, de nem indulnak meg. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az nyer, aki kimegy. Hopp, itt nagyon kiszaladtam, van ott egy kukáskocsi, meg egy Jagdpanzer E100, hát ez pont ideális nekem. Jó, kinézünk, egyértelmű, hogy a puhát kezdjük el lőni, és a 200 mm-es toronnyal lekaptam a kukáskocsi lövését, ami 1200-1170 lepattanó volt csak ez a lövés. Jó, rálőttünk, amit tudtunk, azt ott kell hagyni, tehát nem kell fixen ragaszkodni egy felvett pozícióhoz. Keresni kell új pozíciót, hol tudsz besegíteni. Ugye látszik, itt vannak egy csomóan, és nem indulnak meg.
Ezzel simán elúszik egy csata, hogy ennyire életképtelen játékosok vannak. Tehát ennyi fölénnyel simán rájuk kellett volna esni most arra a három tankra. Most mindenki bevállal egy lövés, sőt ilyenkor az a legjobb, amikor a nagy HP-sok előre mennek, átesnek, azok kapnak egy-egy lövés, és utána megy a többi. 396, kukáskocsi eltévesztette a célt, próbál visszamenni. Sajnos nem sikerült, semmi baj. Japanzerre nem is próbálkozok rálőni, mivel szembe van. Őt majd egy másik pozícióból kellene meg zaklatni. Csapat még mindig ugyanúgy hátul, és itt, és nem mennek át a dombon. Tehát két tank feltant, 2, 4, 6-ot minimum. Sőt, 7-et, mert itt 5-en vannak hátul, 2-en. 7 tankot feltart, 2. Plusz ugye a háttérben van egy kukás. Próbálom megszedni az E6-ot oldal, de olyan kicsi látszik a tornyából, hogy nem igazán tudom. Szedjük ki a hurkatöltőt, FV-183. Jó, hát az engem is próbálnak onnan, tudják, hogy itt nem vagyok jó helyt. És lepattanok oldalról, mindig lepattanok, semmi baj, megpróbálok ide és oda is, mikor mire látok rá. Ugye nagyon jó mobilitással vagyunk megáldva, úgyhogy tudunk csiki-csukizni, hát innen nem fog menni, és már is vesztettek a mieink, akik többen vannak, vesztettek egy tankot. Jó, FV-183 tolat, már is kapott egy lőszerekhez, 6 pihenjen. És nem, a csapat az nem. Tehát ilyet soha ne csináljatok. Amikor ilyen előfölény van, akkor igenis klikkelni kell folyamatosan. Támadás, támadás, essünk át. De, tehát én nem is értem meg, tier 10-be játszunk. Tehát ez azért egy alap dolog lenne, hogy mikor vagytok, heten két tankra csak ráestek. Jó, hátul van egy. Na hát, de annak is van azért töltés ideje. És mint mondtam, előre mennek a nagy HP-sok. Ott T57 heavy átmegy, és egy tárral ki tudja szedni a tankot. Nos, úgy döntöttem, az FV-183-at megtámogatom, ekkor viszont egy TVP ott szotyizik. Ugye a kétszeges szűkülésnek köszönhetően pillanatok alatt szét tudom lőni. Már legalábbis el tudom találni, de inkább visszaesett, semmi baj, nem erőltetjük, nem fogunk ráesni egy tárasra, kell ez a HP még. Viszont Vadi szólt, hogy megindult felé a Jagdpanzer E100, berágott, mert ugye Vadi egy kicsit lehápészta, levitte fél HP-ra, úgyhogy úgy döntöttem, hogy meglepjük, ezért vagyunk mobilisak, 389, és elhibázta, szeretem az ilyen monstrumokat, megjállunk, és 393, szépen megpróbáljuk megtámasztani, arra azért figyelni kell, hogy ott nehogy meglőjenek. Kicsit mozgunk előre, ne veszítsük el a célt. És megvan a harmadik killem, és már is rohanni kell a kukás kocsira. Megpróbáljuk megmenteni ugye a heavinket. 413. Oda is trekkeltem, de volt egy javítója. Hát, hát nem teljesen úgy jött össze, viszont most tölt. Úgyhogy megpróbálunk ráesni, ha csak össze nem törjük magunkat. HP ügyileg még jók vagyunk. Egyszer már úgyis lepattintottam. Kijövök, hát itt nincs. Akkor egy utcával arrébb van bekanyarodva, viszont én rászűkültem, és megvan a negyedik kiel. Nagyon jó, már csak 3 tank van. Mondhatni, hogy Vadival átfordítottuk azt a csatát, amit biztos, hogy elveszítettünk volna, mint mondtam, nagyon életképtelennek játszanak tier 10-ben. Úgyhogy most jön az, hogy mellettük el kell menni, és át kell esni, és el kell fordítani, őket már csak 2-en vannak, itt még megállok, mert az E6 az teljesen kijött, nem is értem, miért nem lőtték meg, Vadi az hátulról megtolt, hogy meglegyen a kellő sebességem. Iszonyatosan jó az a light. És mondom, főleg ezzel a töltési idővel már
nagyon kényelmesen lehet. Tehát aki eddig nem húzta ki, vagy belekezdett, de elriasztotta ugye annó a 14 szekkes töltésére, nyugodtan húzza ki, mert most már kényelmesen lehet vele játszani. Nem azt mondom, hogy fú, hát ez most... Tehát azért lehetőleg ilyen Sheridan meg Erhám 10-es lightokra ne essél rá, mert azok megcsinálnak. Jó, nagyon szép lövés volt, ez az én hibám volt, megpróbáltam csak egy kapás lövést odaengedni. Nem jött be, E6-ot célozzuk. 3.93, és elég fixen tartja ugye az alfánkat. Ami tetszik, ugye 3.90. 3.86. Próbálom még az E6-ot kiszedni. Nem sikerült. És ott a WZ 40 HP-n. Ah, figyfene, az se sikerült. Nos, mi a tanulsága ennek a videónak? Hát ennek több fajta van. Egy, ugye ismertem a mappot, tudtam, hogy hát merre kell menni. Kettő, ismertem ugye a light-omat. Ezért tudtam, hogy mit lehet belőle kihozni. A másik dolog, hogy mint láthattátok, hogy mekkora erő fölénybe voltunk, és ide nem voltak képesek heten átesni, és két tank, plusz onnan egy TD visszafogta a 7 tankot, és simán elment volna ez a csata is. És ezek ketten, az E6-tal simán leszedegették volna őket, meg mondjuk hátulról a TD, úgyhogy ilyet nem szabad csinálni, hanem igenis át kell esni, és el kell fordítani őket, be kell vállalni egy lövést. Mondjuk az a baj, hogy nagyon sok játékosnak nincs úgymond ilyen rálátása, hogy mit lehetne csinálni, hogy mit nem, mert azért mondom, ekkora erőfölénnyel, meg azt ugye be kellett volna kalkulálni, hogy akkor ugye a több HP is előre rohan, és akkor arra rálőnek, de viszont utána kimegy a többi is, és akkor fókuszba ki lehet kapdosni. Tehát ez egy sima potya csata volt, és mégis két tank visszatartott 7 embert a 15-ből, ami azért szerintem eléggé gáz. Úgyhogy mondhatni, hogy hát ez a tanulsága, hogy erre figyeljetek oda, hogy ilyen ne fordulhasson elő, hogy két tank képes visszafogni hetet, mert ez kritikán aluli, vagy nem is tudom. A másik tanulsága az, hogy ez egy bitang jó light lett ezzel a töltés idővel. Jó, persze kell hozzá érzék is, de mint mondtam, ez a töltés idővel már aki annak idején szemezgetett vele, de nem akarta bevállalni azt a 14 szeket. Én akkor is játszottam vele, és jó csatákat mentem, de na azért az úgy erős volt, mikor egy heavy-nél is tovább töltesz, és akkor meg kell gondolnod azt, hogy most kire essél rá, kire nem, meg akkor úgy kellett ráesni valakire, hogy legyen menekülési útvonalat, hogy tehát egy lövés, és akkor el kell menned onnan. Tehát ez nyílt terepen az eléggé cinkes, tehát nagyon terephez volt kötve, vagy maphoz volt kötve ez a light, viszont most már így, hogy 8,7 szek körüli a töltés ideje, így már rá tudsz nyugodtan esni másokra, és így nagyon kellemesen használható. Menjünk vissza a garázsba, nézzük meg, mit alkottunk. Nem mondom, hogy nagyon jó kerestünk, de elfogyott nagyon sok lőszerem. Úgyhogy 9654 kredittel jöttem ki, ami azt mondom, hogy hát egy ideális 7290 XP, ez pont úgy is kellenek, mert ugye két küldibe is benne vagyok, mert húzom a tuskot is, meg ugye van a Valor Chaptain, amit ki akarok szedni. Volt 4 fregem, 6742-t csipegettem még ezzel a töltésidővel is össze, 2 felderítés, hát azt hiszem nem volt, de mint mondtam én, inkább ekkora töltésidővel még próbálok medként ránézni, és próbálok sebezni. Tehát egy mednek viszont ez iszonyatosan jó, mert azért csak van egy 200-as tornyod, meg a másik dolog, hogy megvan hozzá az alfád és a brutális mobilitásod, plusz még egy látótáv. Tehát lehet ezt erre is használni, meg lehet ezt arra is, én mindegy, én ilyen beállítottságú vagyok, és meg hát ez most így jött ki. 1150-et lőtt rám ugye a
kukás kocsi, azt pattintottam le, úgyhogy azt mondom, volt 20 bevitt a látom. Fighter, zúzó. Hát erre még nem volt meg a tankmester, viszont most már erre is megvan. Nem rosszul használtam régen se, de mondom, most elővettem, hogy mondom, hogy csinálok róla egy videót a visszatett régi töltés idejével, de előtte is én attól függetlenül használtam, megszerettem. Ugye 14 szekkes töltése, és mint látod, azért nem rosszul bántam vele, viszont most nekem ez egy álom, tehát iszonyatosan jó csapatmunka. Hát ott vagyunk, ahol lennünk kell. Nézzétek meg a WZ-111-56. Úgy szétszették volna azt a 7 embert, mint a húzott 9204-et sebzett. Brutális. 3 kill. A kukáskocsi se piskóta, ugye 5 killel 4200. Simán elhúzták volna a nótánkat, viszont nézem az E6-ot, az egyik nullás, akkor viszont aki lent volt a gödörbe, és együtt volt ugye a 183-mal, hát az se vitte túlzás volt, akkor az csak ott ugrált össze-vissza. De a WZ az nagyon, nagyon ügyes volt, sőt a TVP is. Hát ugye az fent szotyizott, akit sikeresen meglőttem, azonnal távolból szedegette őket. Na mindegy, simán elrakták volna a csapatunkon, attól függetlenül. Ugye Vadi a harmadik helyen végzett, ő el volt a Jakpanterrel, 2-3000 meg volt egy csomó asszisztja, ő ugye inkább asszisztolt, de ha az asszisztot nem is nézzük, akkor is majd, hogy a két kis szütyi lányt, az kiszedett 10.000 HP-t, meg 6 kill, azért az. Tehát volt közünk a csatához, sőt, mondom, ezt el is buktuk volna. Úgy látom, az E6-tal azért nem nagyon boldog volnak. Náluk is az E6 ott van egy lövés. Ott a másik 817, ott a másik 1112. Hát az E6-hoz azért hozzá kell szokni. Na mindegy. A lényeg. A lényeg nekünk most a WZ-132-1-es Tier-10-es kínai light. Mint mondtam, én régen is szerelmesre voltam, de most ez egy állat. Iszonyat jó. Nagyon tetszik. Nagyon szeretem. Csak nincs, mondom, olyan sok legénységem hozzá, de mármint skillben, de tehát mondom, én eddig is elővettem, de ezek után biztos vagyok benne, hogy sűrű meg fog fordulni a kezembe, mert nagyon jó használható. Persze kell hozzá gógyi, nem mindegy, hogy kiül egy tankba, egy adott tankba, de ugye vannak bemutatók lightokról, nem csak erről, és ott látod, hogy melyik pályán merre megyek, vagy éppen mit próbálok kihozni belőle, és ennyi. Úgyhogy mondom, aki belekezdett, és esetleg ott hagyta, mert elrettentette a tízese, nyugodtan be lehet fejezni ezt az ágat, mert iszonyatos kellemes lett ezzel a 8,7-es töltéssel. Nos, hát ez lett volna a WZ-132-1-es. Hamarosan találkozunk valamilyen formában. Jerikó voltam. Sziasztok!